Sikeresen kilőtték az űrbe a SpaceX első kizárólag amatőr űrhajósokat szállító űrhajóját. A Crew Dragon űrkapszula egy Falcon 9-es szállító rakéta segítségével sikeresen elérte a kitűzött 565 km magas föld körüli pályát. Az Inspiration 4 névre keresztelt küldetés mérföldkőnek számít a kereskedelmi űrutazás és a SpaceX történetében, mert nem vesz benne részt a NASA vagy más kormányzati űrügynökség. A négyfős legénység 3 napot tölt az űrben, ugyanakkor a Crew Dragon ezúttal nem kapcsolódik majd össze a nemzetközi űrállomással. Az utat Jared Isaacman, amerikai milliárdos finanszírozza. Vele tart Haley Arsenault, a St. Jude kórház asszisztense, két helyre pedig hosszas versenyen választották ki Chris Sambrowski, egykori rakétakezelőt és Cyan Proctor geológust. Tudományos szempontból azért lehet érdekes az út, mert a Crew Dragon magasabban kerüli meg a Földet, mint a nemzetközi űrállomás, ennek élettani hatásait is vizsgálják majd.